Beszálltak a hackerek és a programozók a koronavírus elleni küzdelembe. Ez a litván férfi például az önkéntes segítőknek fejlesztett telefonos applikációt. Sok szervezetnek van adatbázisa az igényekről, másoknak pedig az önkéntesekről. Mi mindkettőhöz hozzáférünk, és felrakjuk őket egy térképre, hogy megtalálják egymást. Kinyitják az applikációt, és látják, hogy van a közelükben egy idős, segítségre szoruló ember, akinél el kéne végezni a bevásárlást, vagy pedig kiváltani a gyógyszereit. Az ilyen munkához általában több ember kell, épp ezért vesz részt a litván fiatalember az EU Hackathon nevű programjában. Ezt az Európai Bizottság hozta létre, hogy összehozza a segítőkész hackereket és számítástechnikai cégeket a járvány elleni küzdelemben. Egyrészt szeretnénk jó ötleteket kapni, másrészt a gyártásban is kell tervezési segítség, például arra, hogyan lehet nagy mennyiségben mindenki számára elérhető lélegeztetőgépeket gyártani, mondta Mária Gabriel uniós biztos. Ezúttal a programozók nem tudnak fizikailag is találkozni egymással, mindenki a saját otthonából dolgozik. Általában nagyon keveset alszunk, vagy nem is alszunk. Keveset eszünk, tényleg csak a munkára fókuszálunk. A hackathonok alatt tényleg rengeteg munkát el lehet végezni. Ez nagyon motiváló dolog, különösen ha jó ügyről van szó, mint most, mondta egy szerb programozó.